Terjék Lajos majd odaér hozzád. Na itt fejezem be a mondatot, mert Terjék Lajos már is odaér hozzád. Már szalad feléd, úgyhogy akkor továbbra is Mezei Dániel. Köszönöm szépen, gratulálok. Köszönöm szépen. A játékodhoz. Érdekes a helyzet, mert Horváth Péterrel beszélgettem itt az előbb, és neki is csupán azt tudtam mondani, hogy az ő egyéni teljesítményéhez gratulálok, a csapatnak nem annyira. Ám bár az Újpestnél azért más a helyzet, mert a második félidőben, mintha egy másik csapat játszott volna. Hát én úgy érzem, hogy nem csak a második félidőben, az első félidőben is jobb volt a csapat, mint a Ferencváros. De a második félidőben kijött ez. Hogy végül is jobb csapat szerintem most az Újpest, mint a Ferencváros. Úgy ünnepelted a gólodat, mint hogyha egy világbajnoki döntőben szerezted volna. Ez volt a második, ha jól tudom. Igen, ez volt. És azért, mert egy Ferencvárosnak, az örök riválisnak egy nagyon nagy élmény gólt rúgni. De azért az egyenlítő találatban is benne voltál, én legalábbis úgy láttam. Hát igen, ott egy kicsit szerencsétlen voltam, mert én berúghattam volna. De hát szerencsére úgy pattant a szűcslősre a labda, hogy be tudtuk még kotolni. Mennyire kellett a csapatnak, a közösségnek, hogy úgy mondjam, ez a döntetlen? Hát nagyon-nagyon kellett, mivel a siófoki fiaskó után egy kicsit összetört a csapat, de erre a mérkőzésre mindenféleképpen szerettük volna összeszedni magunkat. Köszönöm szépen, Ágai Kis Andráshoz. Mi is köszönjük. Hát nekünk azt hiszem, hogy más tisztünk nincs, mint egy zárszó Bozsik Pétertől. Láttunk egy mérkőzést, amely színvonalában azt hiszem, hogy hagyott kívánni valót maga után. Ugyanakkor izgalom azért a végén volt, bár ne én mondjam a zárszót. Tökéletesen foglaltad össze. Mondtam is a szépítő gólnál, úgy kellett a szépítő gól, mint egy falat kenyér. Lendületet pluszt adott még a hajrára az Újpestnek, és úgy érzem, hogy a mérkőzés összképét tekintve végül is teljesen megérdemelt ez a hogy két gólos hátrányból egyenlíteni tudtak. Közelebb állt az Újpest szerintem a játék alapján a győzelemhez, mint a Ferencváros, független attól, hogy 2-0-ra vendégek vezettek. Azért milyen érdekes játék a futball, ugye hazai pályán játszik az Újpest, döntetlen tér el, és a végén ünnepelteti magát, mert éppen így hozta a koreográfia. Igen, hát az mindig fontos, hogy egy eredmény hogy alakul ki tulajdonképpen, és hát végül is abszolút vesztett pozícióból álltak föl, és hangsúlyozom, hogy a mérkőzés összképét tekintve jobban játszottak véleményem szerint, mint a Ferencváros. Úgyhogy nem csoda, hogy ünnep lett ebből a mérkőzésből. Hát akkor ez volt a zárszó végül is, Bozsik Péter, köszönöm szépen, kedves nézők, önöknek pedig a figyelmet, köszönjük, a Megyeri út búcsúzik a stúdió.